Just to repeat again, over there is the general training, here is tennis, and on the lower part of the slide we see this yellow field, this orientated training. Újabb edzőképzési állomáshoz érkeztünk, ez hanyadik volt már az idei évben, és mi volt a különlegessége? Az idei évben ez volt a hatodik képzésünk, különlegessége az, hogy a két svájci vendég, ők világszinten is elismertek, és a fizikai résznek a bemutatására, illetve a mentális résznek a bemutatására került sor, ami azt gondolom Magyarországon hiány. Mi következik majd még egyébként? Két hét múlva lesz a PTR nemzetközi képzés, és december 7-én, 8-án lesz még egy edzőkonferenciánk, aminek magyar, ahol magyar előadók lesznek. Erre a képzésre 75 és 80 között volt a jelentkezők száma. Én azt gondolom, hogy mindenki kíváncsi volt erre a két kitűnő előadóra, aki nemzetközi szinten is elismert. Te mit tudsz kiemelni, hogy neked például, ugye te is azért gyakorló edző vagy, tehát volt-e olyan újdonság, amit ők tudtak mondani? Én már régóta ismerem őket, de minden egyes előadáson tud a Benni nekem újat mutatni, olyan gyakorlatokat mutat, ami beintegrálható a teniszbe, a teniszedzésekbe. On the other hand, we work to optimize on the split set and a single kick. I'll explain later what is a single kick. Mi volt az, ami leginkább megmaradt benned, és mi a tanulsága neked ennek a képzésnek? Hát én azt gondolom, hogy minden képzésnek megvannak a maga tanulsága, és megvannak a maga olyan lehetőségei, ami egyfajta továbbképzést ad az edzőknek, hogyha más nem, akkor rendszerezi azokat a gondolatokat, amit esetleg eddig is tudott és megerősíti benne, vagy hal pár egy, vagy lát hal pár olyan gondolatot, ami esetleg majd előre mozdítja, vagy előre viszi a továbbiakban, és olyan előadók jöttek, akik rendszerben dolgoznak, rendszerben gondolkodnak, és ezt próbálják átadni, hogy a folyamatosság és a rendszeresség az, ami előre viszi tulajdonképpen ezt az egészet. Akkor ez volt az, ami benned leginkább megmaradt, abszolút, hogy a rendszer. Abszolút, hogy rendszerben kell gondolkodni, és hogy együtt kell gondolkodni, nem különálló egységekben, hanem az edzőknek össze kell tartani, össze kell fognani, és egy egységben kell gondolkodnia. Hallottál-e olyan hasznos dolgokat, amiket te be tudsz építeni? Igen, mindenképpen figyeltem az eszközöket, amiket ugye használt. Az előadó, természetesen nálunk is rengeteg van ezekből az eszközökből, mi is próbáljuk minden egyes órán beiktatni ezeket a tulajdonképpen korosztálynak megfelelően azokat a erőléti elemeket, illetve ezeket olyan fejlesztéshez szükséges elemeket, amiket már attól a kortól egészen majd hosszú távra, hát ami meg tudja adni az alapokat ehhez. Mennyi időd van erre? Tehát... Igen, pont ezen gondolkodtam egyébként az előadás alatt, ugye amikor van nekem mondjuk egy darab teniszóra edzésem, egy 60 perces időintervallum, hogy akkor abban a 60 perces időintervallumban, hogy meglegyen az edzésnek az íve, nyilván bemelegítés, főrész, levezető rész, melyek azok az egy-egy pontok, amiket be tudok így integrálni, és ezek egyébként nagyon hasznosak voltak számomra is. Te mennyire tartod fontosnak az, hogy nagyon korán elkezdődjön valamilyen szintű erőléti képzés? Hát talán nem is kifejezett erőléti képzés, inkább én az ügyességi képzés mellett vagyok, koordináció, mozgás érzékelés, észlelés, ezeknek a fejlesztése, hogy egész kiskortól, mert ezek az alapok ahhoz, hogy utána rá tudjunk építeni a különböző ugye erőállóképességi gyorsasági fejlesztés szemszögéből. Minden alkalommal találkozunk itt az edzőképzésen. Igen. Neked miért fontos az edzőképzés? Én nagyon szeretek az MTS edzőképzésre járni, nagyon örülök akkor, amikor ugye külföldi előadók jönnek, főleg amikor ilyen nagy nevekkel találkozunk. Mi volt még, ami esetleg nagyon megfogott téged? Tegnap a mentális képességek fejlesztésre volt egy előadás, illetve kettő. Mind a kettő nagyon érdekes volt, ezzel rengeteget találkozunk, tehát én azt gondolom, hogy nem egyre könnyebb, inkább egyre nehezebb mentálisan a mai gyerekekkel. És mindig elgondolkodom, hogy bizonyos hisztiket, reakciókat, hogy lehet jól kezelni pedagógusként, ugye nekünk elsősorban pedagógusnak kell lennünk a teniszpályán. És most itt adott egyébként egy nagyon jó ívet ez az előadás, sőt, egyből továbbítottam is tanítványomnak egy diát, hogy a jövő héten tanulja meg, úgyhogy fog róla beszélgetni, és ezt köszönöm az előadónak. Az MTK-nál neked azért hosszú sora van azoknak a játékosoknak, akiknek az erőllétét te építetted föl, és később nagyon jó játékosok, illetve profik lettek.
Úgyhogy ez a téma gondolom nagyon érdekel téged. Volt-e újdonság, ami megragad benned itt a két nap alatt? Igen, szerencsére az eddigi elmúlt évek során nagyon sok versenyzővel dolgozhattam. Ezáltal sokat kellett tanulnom is, külföldről is, de nagyon sokat segítettek ők is, hogy miket láttak külföldön, ezt mindig beintegráltuk. Tehát az alapja az volt, hogy én is atléta voltam, ugye testnevelési egyetemen elvégeztem a képzéseket, emellett folyamatosan képzem magam, ezért is jöttem most ide, mert érdekelt, hogy milyen újat tudnak mutatni, illetve a másik oldala, hogy újat lehet tanulni tőlük mindenképp, az az, hogy aki meg jó irányba van, az pedig megerősíti abban, hogy jó az irány. Te, neked volt-e most olyan dolog, ami megragad benned, hogy na, ezt még nem hallottad, és ezt mondjuk holnaptól használni fogod? Szerencsét nagy, teljesen új dolog nem volt, viszont amit eddig tudtam, vagy tapasztaltam, azt egy picit más oldalról megközelítve azért egy érdekességet, egy újabb irányt tud mutatni. Te most itt bemutató játékos voltál, mennyire volt nehéz feladat? Voltak nehezebbek, voltak könnyebbek, egy kicsit nehezebbnek találtam a kondicionális feladatokat, mert ott nagyon kellett figyelni, és nem volt egyszerű nekem legalábbis. Nem vagyok hozzászokva az ilyenfajta feladatokhoz. A tenisznél ott egy kicsit könnyebb volt, ott azokkal jobban többet csinálom őket, jobban tudom, hogy hogyan kell, mit. Itt voltak sok új dolog, amit még nem annyira tudtam, de próbálkoztam. Na most itt a két nap alatt azért ugyan bemutató játékos voltál, de biztos, hogy vannak olyan dolgok, amiket például tanultál. Tehát volt-e olyan érdekesség, amire azt mondtad, hogy na, ez szerinted jó, és majd esetleg felhasználod az edzések során te is? Mindenképpen sok érdekesség volt, ezért is, amikor éppen nem én mutattam be, hanem a társaim akkor is, mindig maximálisan odafigyeltem, amiket mondtak, nagyon érdekes dolgok voltak végig. Nekem főleg leginkább a kondicionális rész volt a legérdekesebb. Ott volt nagyon sok új dolog, ott videóra is vettem igazándiból az összes feladatot, mert nekem elég érdekesek voltak. De a mentális résznél is voltak jó dolgok, amikor volt olyan tegnap még, hogy én voltam és Flóri, és egy célba kellett találnunk 10-ből, és meg kellett mondani, hogy mit tippelünk, hogy hányszor találjuk el, és hogy akkor ott kicsit próbálom is majd a jövőben így erre figyelni, hogy pozitívabban, egy kicsit magasabb célokat is felrakjak magamnak. Így hasznos volt ez a két nap így összességben szerintem. We had the opportunity to visit with him the city. It was really funny and good for us to exchange with you. Thanks a lot. Thank you.